A Dodó Show csatorna partnere az XP Formula. A kanyarodás képzés legszerencsésebb tagjai. Azért szerencsések, mert kitűnően tudják gyakorolni azt, amiért a kanyarképzés létrejött, hogy az extrém körülményeket hogy kell megoldani igazából. Csúszós útfelület, váratlan problémák, ilyenek. Na mit szólsz? Király volt. Mindjárt megmutatom radarképen, hogy mi kapott el minket. A képzés utolsó 10 perce igazából az ilyen szívás, előtte végig tudtuk gyakorolni, de pont ezért gyakorlunk, hogy amikor jön a váratlan esemény, jön az, aki mindenki utol fog érni, az eső, a vizes út, a vízátfolyás, kavics felszorodás, sáras út, gödrök az úton, akkor az milyen technikával és hogy kell megoldani ezeket a dolgokat. A motorozási stílusban fel kell tudni készülni, hogy a stílusod tartalmazza azokat az alap dolgokat, hogy amikor jön az ilyen körülmény, akkor kompatibilis legyél vele. Most igazából arra vagyok kíváncsi, hogy hasznos volt-e a gyakorlás, igen. Mert most itt élőben a legélesebb körülmények között ki tudtuk próbálni. Nem? Hogy? Így rendelted. Igen, igen. Gondolom. Tudtál valamit most alkalmazni? Muszáj abból? Voltam. Ennél jobb nincs, mert száraz ideális körülmények között ugye ez a rá kell venned magad, hogy gyakorolj a kompatibilis szar körülményekhez, itt most a kényszer rávisz. Egy-két szót mondhatsz, hogy milyen volt a képzés, mit tapasztaltál, most tudtad el tényleg hasznosítani a végét? Persze. Igen, nagyon jó. Konkrétumok. Isteni volt. Hát egyenesen kell tartani a motor, különben elcsúszol a picsába. Nálad? Nálam is jó volt. Bár nem tudom, a végén sikerült-e minden teljesen frankon, de azért úgy érzem, hogy haladtunk. Gyakorolni kell róla, csak utána még. Hát, nehéz az embernek a 30 éves beidegződést elfelejteni. És tudatosan motorozni, keresni a kanyaríveket, de talán sikerül. Többieket is megkérdezem, mert itt bemenekült mindenki mindenhová, hogy igazából az a kérdés, hogy ugye most az éles körülmények megérkeztek, amiről beszéltem az egész képzés alatt, hogy akkor kell tudni kompatibilisnak lenni a körülmények, amik a legszarabbak. Hogy valamit tapasztaltatok-e abból, amit ma gyakoroltunk, hogy tudtátok itt a végén alkalmazni? Ha igen, mit? Igen, tudtuk alkalmazni. Nagyon csúszos az út. Csak alkalmazni tudtuk. Hát itt végén mindenféleképpen, főleg az eltolást, az, hogy tartsuk egyenesbe a motor kanyarban is, hogy inkább mozduljunk ki testtel, mert ezen a vízen átmenni, dönt motorra, az halál, elég elcsúszod, nézd. Csak közben mutatom a pólóját, hogy... Hát igen, és a kanyaríveket is, mert ugye ilyen időben hát meg kellett találni, mert semmit nem láttunk úgy szakad az eső. Igen, az a kérdés, hogy igazából ugye egész képzésen arról dumáltam, hogy amikor jönnek a szar körülmények a motorozási stílusnak, ezzel kéne kompatibilisnak lenni, hogy a végére hogy érzed, hogy merre, milyen irányba mozdultál el? A szar körülmények megjöttek valóban, nagyon-nagyon csúszott az út, nem mentem még ilyen szakadó esőbe, egyenesbe is tényleg csúszkált. Azon voltam, mondom, megkérdezem a Dodort, hogy nézem meg, hogy extrémen csúszkál a motorom, vagy valami baj van, de jó volt. Kétszer estem. Egyszer, amikor megérkeztem, meg egyszer most a kocsmában is sikerült fölborulni a motor nélkül. Úgyhogy király volt, köszi. Nem a sűrű egyébként az, hogy valaki eldől, viszont ugye az erdősávba átmentünk, és annyira dzsuvás sáros volt, hogy meg ráment egy ilyen extrém csúszós részre. Mennyivel dőltél el? 20-szal. Szóval igazából csak eldőltem, de hihetetlen tényleg, hogy oda kell figyelni nagyon, mert extrém. Erről szól a képzés, hogy ezeket a sztorikat, amikor jön a váratlan sztori, hogy lehet megúszni most így a... Mit tapasztaltál a végére egyébként, hogy tudtál valamit hasznosítani, jöttünk ebbe a szakadásébe a kocsmáig? Nyilván tudtam hasznosítani, a leghasznosabb, amit éreztem, tehát először úgy éreztem, hogy kicsit sok az információ, én nekem, tehát ez az én véleményem, aztán amikor már ugye az X-eknél a kanyar éveket, és utána még esetleg a test mozgást is kellett, hogy szétestem, éreztem is magam, hogy szétestem, viszont amikor már utána kellett, felváltva mentünk sorba, az kurva jó, de sajnos az eső miatt nem tudtunk többet. Ott már... Mehetünk még, a gondolod, én szeretek esőbe menni. Szóval ott már tényleg úgy kezdett az ember ráérezni, és szóval jó lesz ez, jó lesz ez. Megfelelő gyakorlással, odafigyeléssel bízok benne, hogy jó lesz. Úgyhogy tetszett, köszönöm. Nálad? Hát aki Dodorral megy el motorozni, az mindenképpen hozza magával a gumicsónakot. Egyébként nekem az volt a leghasznosabb része, amikor utánad mentem egy az egybe, még én pont belefértem az esős részbe, tök jól mutattad az íveket, meg amit úgy átbeszéltünk, utána tök jól átért, úgyhogy köszönöm szépen. Na ugye arról van szó, hogy igazából
maga a képzés az egy iránymutatás, hogy hova is kéne elirányítani a saját stílusodat, hogy amikor jön a szar, akkor konkrétan ne para legyen belőle, hogy odaéri a kocsmáig gépségbe mondjuk. Ez idő lesz mindenkinek, csak mondom, hogy azért ez oda kell figyelni, egy kicsit trenírozni a berögzött olyan dolgokat, hogy azt keressük folyamatosan, hogy mindenkinél egyes évvel a saját motoros stílusában hol van olyan rejtett hiba, ami esetleg később jön ki egy 50 méter, 20 méterrel később egy kanyarba, mert abból lesz mondjuk egy baleseti ok, de nem mondom el itt a 4 órás képzés anyagát. Köszönöm, hogy itt voltatok. Figyeljetek, ki mit iszik, én állom, oké? Okay? Úgyhogy itt leszünk még szerintem egy darabig, mert hát motorozhatunk esőbe, tehát mehetünk még egy 6 kört oda-vissza, gondoljátok. Azt kihagyhatjuk. Gyertek, majd képzésre akartok.